ne követhessem, a rosszat pedig elkerülhessem. Összes tartozását elengedték. Mind jobb könyvében, hogy alant elszáradnak a gyökerek. Mi tudjuk azt, hogy múlt nélkül nincs jövő. Ma 21. században sincs tárgyilagos megemlékezés a kormányzó úrról. Ő akkor kezdte, Vitéz Nagybányai Horthy Miklós a kormányzóságot, amikor éppen, hogy túlélte ez az ország azt a szörnyűséget, amit nekünk annak idején úgy tanítottak, hogy a dicsőséges tanácsköztársaság, de amit úgy ismerünk, hogy vörös terror. Tudjuk, hogy van ma az országunkban. A Horthy nem, a Horthy ugyanolyan antiszemita volt, mint más, és az országot a háborúba vitte. Ha időben kiszállt volna, hogy egyetek állítják, hogy akarta, nem tudom, azzal segített volna valamit, de nem tett semmit az ellen, hogy az ország a háborúba kikerüljön, és nem tett semmit a 44-től deportált zsidók életén, amit szintén megtehetett. Zenek ezzel is szembe a zsidó vezetők, akkor beszéljenek arról, hogy mi volt a felelőssége a tanácsköztársaság zsidó származású vezetőinek Magyarország kivéreztetésében, lefegyverzésében és tönkretételében. Legyenek őszinték, próbáljanak ők is szembenézni a múlttal, mielőtt közösen akarunk hazát építeni. Magyar katona Magyarországon. Ezért.